lett újra gyermek, s közön, mint kisdiákok friss sora. Ma összegyűlünk e szelíd szigetre, melynek vihar nem ronthatja falát. Ma összebújunk szépen a szívedre, mint anya szívére a kisdiák. Tóth Árpád szavaival köszöntjük a 40 éves Lóvárosi Általános Iskola gála műsorán megjelent kedves vendégeket. Tisztelettel köszöntöm Mészáros Attila alpolgármester urat, Tóváros városrész képviselőjét, Eszéki Ágnest, a Székesfehérvári Intézmény Fenntartó Központ főigazgatóját. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy bemutassam műsorvezető társamat, a Mester háziasszonyát, Szabó Tímát. Kedves diákok, hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm valamennyüket a Tóváros Általános Iskola 40. jubileum gála estjén. Már úgy konferálták fel, hogy kezdődik a gála estjén, hanem sem énekelni, sem táncolni nem fogok. Csak néhány gondolatot szeretnék mondani. Először is, és azt gondolom, hogy talán egy szóval megfogalmazhatnánk azt az érzést, amelyet polgármester úr üzenetében is át tudok adni, ez pedig a város nevében a köszönet. Köszönet azért, mert Kriszta néniek 40 évvel ezelőtt egy új dologba fogtak bele, hiszen egy új iskola kialakítása, építése mindig valami talán megfoghatatlan izgalommal várható. A szomszédos országok magas hegyein síp felszereléssel végig szállítoznak, nemzetközi kapcsolatokat ápolnak Svébislönddel, Ötenbőlszellel és Szentegyházával, és élvezetes, szabadidős programokkal foglalkoztatják az életeket. Elhatározták, hogy a 40. évfordulót megünneplik úgy, hogy mindenki örömét legyen. Eljártam iskolába. Szép jobbra húzza őt, arra az iskola, eszes útja, menj oda. De lehet az iskolatásba. Még műlik estét kezdtem tanítani. Az iskolai nyelvoktatás keretében jártak Ausztriában, Németországban, Angliában. Párizs, Róma, Berlin és London, utazni jó nagyon. Szeretném bejárni a földet, minden megszolgált. Jelenleg harmadik igazgató idegeit koptatom. Thank you.